meghökkentő mesék. A nagybetűs élet, írta Somerset Maugham. Nincs szüksége rá, olyan gyorsak a reflexei. Állj! Találod balra, 4-0. Neveznünk kell a bajnokság. Ne. Fogadjunk. Angár. Meg fogja nyerni a korosztályos bajnokságot. Túl szertelen, még túl ösztönös. Nem tudja fékezni az érzelmét, John. Ha benne a feje lágy, akkor talán. Mázlid volt. Igazam van? Fogadjunk egy tízes. Legyen 20. Benne vagy? Igen. Visszük a bajnokságra Londonba. Helyes. Visszünk a bajnokságra Londonba. Nevezzünk Londonba, Nicholas. A bajnokságra. Mit szólsz hozzá? Londonba? Meg kell kérdeznem apát. Apa, megmondtam, hogy nem. Hidd el, Nicholas, neked fogalmat sincs róla, hogy milyen London. Nem ok nélkül nevezik úgy, hogy modern Babilon. Apa, én csak egy vívóversenyre mennék. Túl fiatal vagy. Ha már betöltötted a 18-at, és én már nem felelek érted, akkor azt csinálsz, amit akarsz, de addig nem. Hogy nézhetnék egy rendőr szemébe, ha azt kellene mondanom, hogy gyermekemet ebek 36-jára hagytam Londonba? De Henry, a bajnokságot a keresztény ifjak egyesülete rendezi. Tőlük igazán nem kell féltenünk Nicholas. Igen, ezt tudom. De miből gondolja Nicholas, hogy elég jó ahhoz, hogy országos bajnokságon vegyen részt? Az edzőm azt mondta, az hogy... edző? Ki az edző? Egy elfogult ember. De miért? Azért, mert te sose tűntél ki semmiben? Értem. Ha erre tanít téged a vívás, akkor azt hiszem, hátat kell neki fordítanunk. A büszkeség, Nicholas! A gőg viszi az embert a romlás útjára! Igazad van, Andrew. Tanulnia kell egy kis alázatot. Túl sokat nyer, azt hiszem. Az kellene neki, hogy veszítsen néha. Olyasmiben, ami fontos neki. Például egy bajnokságban. A vonat Londonba 9:30-kor a 6-os... A nyakkendődet igazítsd meg! Tettél be fésült, ugye? Mondtam neki, hogy mikor indul. Legfeljebb elmegyünk. Vigyázz magadra, kisfiam, és szedd össze magad. Mindent és a véget ér a verseny. Telefonálj haza, jó? Tudod, hogy izgul apád. Jó, ne féltsen. Nagyon vigyázz. A nagyváros tele van kísértéssel. Tessék, ezt tedd el. Magad fizesd, ami kell, Nicholas, ne kérj, és ne is adj kölcsön, és a legfontosabb, hogy ne játsz hazárdjátékot. Apa, igazán maga nem kellene a sátán sug a hazárdjátékosok fülébe, így van, Rajju? Vigyázzunk a fiára, Lilli úr, én vállalom a felelősséget érte. Aha, na végre!
Figyelj, Nikolasz, ez nagyon fontos. Vésd jól az eszem. Szálljon, nem azt tartott ilyen sokáig. Mindig ilyen 10-kor kávézom, ne haragodjon. Leöntött. Figyelj ide, Nikolasz. Légy szíves, fiam, ez nagyon fontos. Akármerre mész, ügyelj rá, hogy kerüld a nőket. Messziről. Ugye, érted, mire gondolok? Ígérd meg. Ígérem, papa. Kösz, apa. Szervusz, anyu. Szerencsés utat, Niki. És ne felejts el telefonálni. Este. Szervusztok! Na, a legjobb nyolcban már bent van. Mit szólsz? Eddig nem voltak olyan jók. Mondtam én neked. Igen, de most ő következik. Néztem, hogy mozog Baron Irwin. Nagyon ravasz. A nyolcaddöntő egyenes kiesési rendszerben folytatódik. A párosítás. Egyes pást, Berlo, Manchester középiskola. Péter, Illingi Vívó Egyesület. Négyes pást, Lincoln Herro és McNabb, Billerin. Na ki kapja vajon Irwin bárót? Hármas pást, Lily, Norwich. Istenem, ne Irwin bárót! És Baron Irwin, Helverin. A kettes páston, Thomas. Nos, akkor most vissza kell fognod magad, Nikolasz. Türelem, ne feledd, hogy aki rohan, az könnyen sebezhető, érted? Sok szerencsét. Csak ügyesen. Na, remélem sok pénzem van, Lovejoy. Dupla vagy semmi. Hagar! Hey! Hale! Hagar! Pre! Hale! Olyan gyors, hogy neki nem kell stratégia. Várd ki nyugodtan, várd ki! Állj! Talált jobbra! Kettő nő! Akár! Ré! Szép volt, az kivételesen a fejét is használta. Engem? Pré? Hali! Állj! Találat balra! 9-9. Engem? Pré? Levehetem a sisakomat? Köszönöm. Bocs. Azt a ravasz mindenit. Hogy húzza az időt? Nyugi, Nikolasz, nehogy, hogy megzavarjon. Mit csinál ez? Ez már sok. Az elnöknek nem lenne szabad hagyni. Gyerünk, tovább! Bocsánat. Agár! Pré! Ali! Egy találhatod, Nikolász, csak még egyet! Állj! Találat jobbra, 10-9. Győz Baron Irwin! Kösz, kösz. 20 font volt, ugye? Nagy napod volt ma. Hát a mi bást elnök, nagy örülje volt. Na, akkor hová ruccanunk ki ma? Ha 7:50-es csak Ipswichben áll meg, különben csak 9-kor van, az pedig mindenütt megáll Colchestertől. Korán lefekszem ma. Akkor hogy fizeti, amit iszol? Nyilván sehogy. Ne legyen ilyen sóher maga vén ingyen élő. Ez az este Nikolaszé. Ha van igazság, akkor most ő a bajnok, és ezt meg kell ünnepelnünk. Ez a gyerek a legjobb vívó, aki eddig a klubunkban volt, igaz? Mutassuk meg neki az éjszakát.
Nem csak biblia, meg vívás van ám a világon. Nekem nem nagyon van kedvem, Mr. Lovejoy. Inkább most telefonálok haza, és visszamegyek a hotelba. Igen? Igen. Igen. Biztos? Jó éjszakát. Aludj jól. Jó éjszakát. Remélem, nem akart cserben hagyni egyedül az éjszakában. Különben is tartozik egy Pint Guinness-szel. Na jó, megkapja, de nem itt. Tudok egy helyet a közelben, ahol 50 különféle csapolt van. Megkóstoljuk mind. Szervusz, Nikolász. Jó éjszakát. Nikolász Lilly. Szevasz. James Baron Irwin. Gratulálok, ellened vívtam a legnehezebb asszót a versenyen. Nem, komolyan jó voltál, azt hittem kész vagyok. Remélem nem haragszol, háborúban és szerelemben mindent szabad. Neked is meg kéne ünnepelned ezt a napot. Tudok egy remek kis klubot, ahova elmehetnénk. Klubot? És nyitva lesz ilyen későn? Ez jó, ülj le. Örülök, hogy újra eljött hozzánk Baron Irwin úr. Hogy van a kedves nagybátyja? Monte Carlóban van egy hónapja. Csak emlékeztetném a szabályainkra, ugye a barátja már elmúlt 18. Arthur, csalódtam magában. Gyere! Parancsolj! Lezseren, ha nem akarsz feltűnő lenni. Hol a vívóterem? Más klub is van a világon. Nem csak vívóklub. Hogy áll az asztal? Sst! 5000 fontért játszik. 5000 fontért? Sst. Ezer fontot vesztett el fél óra alatt. Mennyi? 25 ezeret. 25 ezer fontot? Ez erkölcstelen. Ez szörnyű. Ennyiért egy házat lehetne venni Norwichban. Komolyan? Köszönöm, uram. Nekem mennem kéne, James. Kösz, hogy elhoztál, de megyek. Ugyan már. Állítólag ünnepelünk, nem? Ha a pénz a probléma, én adok neked kölcsön. Nem, nem. Nem, kösz. Inkább csak nézném egy kicsit. Ne viccelj. Egyszer meg kell próbálnod. Nagyon jó játék. Jót tesz az idegeidnek. Szükség van ilyen tréningre is. Jó estét, uram. Jó estét, uram. Kaphatnék néhány darab... Zsetont kérem. Hogyne. Elnézést, uram, de nálunk 5 font a legkisebb tét. Tessék. Köszönöm. Jó szórakozást, uram. Köszönöm. Köszönöm, uram. Tegyék meg tétjeiket. Nincs több tét, uraim? Gyors. 17 fekete 10 font. Éveik száma. 18 vagy. Tizenhét fekete páratlan. 17? James, nyertem! Ne marinász! Parancsoljon, uram. Köszönöm.
Tegyék meg tétjeiket. Szia. Szervusz. Tudtam, hogy te ma nyerni fogsz. Megéreztem. Vettem a sugárzásodat. Nincs több tét, uraim. Köszönöm. 17 fekete páratlan. Fantasztikus. Ez képtelen. Hihetetlen. Milyen jegyben születtél? Tessék. Te megint nyertél. Micsoda? Nem lehet, ebben a körben nem raktam ki zsebbe. De a nyertes zsetón mindig a helyén marad, addig, amíg el nem veszed onnan. Mondtam neked, hogy én érzem a kisugárzásodat. Nagyon erős. Először vagy itt, ugye? Igen. Én mindig mondtam, hogy a legjobb a szűzkész szerencséje, az néha még a zsetonokra is átsugárzik. Ugye kipróbálhatom, mindjárt visszahozom. Hé, várjál csak! Kimik, ne csinálj jelenetet, én iszom meg a levét, különben is a te hibád. Csak te tehetsz róla, túl látványos a lelkendez. De elvitt 50 fontom a kölcsön, James. Te érted, kölcsön? De... Ne nyafogj már, rászedtek ennyi a lecke. Még mindig 650 pluszban vagy. 650 font pluszban? Te jó ég. Tegyék meg tétjeiket. Teszünk még egy kört? Jó. Te az ördöggel cimboráltál ma estenik. Azt hittem, el fogod veszíteni az egészet. 750 font, uram. 750 font. Tízsebességes bringát fogok venni. Vagy akár egy kocsit is. Gyere, Nick, és tedd el jól. Köszönöm, jó éjszakát. Jó éjszakát. Á, itt vagytok. Már mindenütt kerestelek. Komolyan kezdtem aggódni. Azt hittem, hogy már elmentél. Isten tudja, hogy mit gondolsz rólam. Meglépek a pénzeddel. Szélhámos vagyok. Köszönöm. Mondtam, hogy szerencsét hoz a kisugárzásod. Nem szeretlek. White Lady. Hajnali 2 óra van. Van, aki aludni akar ilyenkor. White Lady. Ezt a 2 szót, hogy White Lady nem akarom hallani, amíg 2 ágú gatyát hordok, mert legatyásított, elszedte a pénzem. Nem a White Lady a hibás. Miért nem tudott mást inni? Köszönjük. Meg a nők. Az ember kiteszi nekik a lelkét, és mit csinálnak? Csak egymás közt vihognak. Tudom, kellett volna magával csak a bajár lapcsolj. Mindig ilyen volt. Még szerencse, hogy a gyerek nem jött velük.
Csak én. Nem akartalak felébreszteni. Puszi? Szia, szuper szerető. Szia. Négy ötven lesz főnök. Mennyit is mondott? 4 font 50. Köszönöm. Köszönöm. Rendben vagyunk. Köszönöm. Kösz. Viszlát. Jó reggelt. Ne szólj hozzám. Van egy kis apród? 5-10 pennis. Tessék. Kösz. Kérdezhetek valamit magától? Mr. Lovejoy, ha valaki ellop magától valamit, valaki ellop magától valamit, és aztán maga visszalopja, de úgy, hogy eközben véletlenül valami mást is elvesz, akkor ez a tett lopásnak számít? Ha valaki ellop tőled valamit, te visszalopod, és valami mást is elveszel. Véletlenül. Véletlenül. Mit is kérdeztél? Hogy amit csinált, lopásnak számít? Ez leves. Mondd el, mi történt, Nikolasz. Hát tegnap este, amikor elvált. És nem vettem észre, csak most, ahogy kiszálltam a taxiból, és fizetni akartam. A kezemben a sok pénz. Anya! Megjöttem! Hogy érezted magad? Hogy szerepeltél? Jobban, mint vártam. 5. lett. Nagyszerű. Hála Istennek. Szevasz, apa. Nos? Nem nyert. Szóval mégsem voltál elég jó. Ne bánd, Nikolász, ez a lecke hasznodra válik. Megtanít legalább egy kis alázatra. A gőg, Nikolász. A gőg vezeti az embert. A gőg vezeti az embert a romlás útjára. Igen, igen, tudom, apa. Nikolász! Hogy merészelsz? Ne arénázz, apa. Magyar hangok. Forgács Péter, Kránic Lajos, Kun Vilmos, Hegyi Barbara, Józsa Imre, Versényi László, Cigány Judit. Magyar szöveg Nikovics Oszkár, hangmérnök Balog Mihály, rendezőasszisztens Mata Zsófia, vágó Kocsis Éva, gyártásvezető Németh Piroska, szinkronrendező Várai Ibolya. A szinkron a Magyar Televízió megbízásából a Magyar Szinkron és Videóvállalat műtermeiben készült.
Zene Richard Harvey. Rendezte John Gorey.